Júniusban tették közzé azt a rendeletet, amely tartalmazza a korábban már meglévő jogszabályok módosításait az állatok tartásával kapcsolatban. Ezek közül a leglényegesebb a kutyák mikrocsippes megjelölése, ennek célja az ebb azonosíthatósága és az ellenőrzés lehetősége. Az ilyen és ezekhez hasonló csippeket egy tűszúrással juttatják be az ebek bőre alá, a ballapockánál. Az állat így regisztrálva lesz egy országos adatbázisban, amely gazdájának adatait is tartalmazza. Nyilván tudjuk tartani, hogy az az, az állat kinek a tulajdona, és azokat a kötelező átegészségügyi bevakulásokat elvégezte a tulajdonos, gondolok itt például a veszettségoltásra, amelyik mindjártunknak az érdeke az, hogy az állatnak a, a mellettünk jövő állatok be legyenek oltva megfelelően veszettség ellen. Tehát a mikrocsip az január 1-től minden négy hónaposnál idősebb kutyánál kötelezővé válik, tehát egy nem fájdalmas tűzúrási beavatkozással gyakorlatilag a következő időben a gazdátnak ezzel számolni kell. Ezt a kutyát gazdája rutinvizsgálatra hozta az állatkórházba, a megfelelő eszközzel leolvasható, az ebb már rendelkezik egyedi azonosítóval. Fontos tudni, mondja Vidra Beáta, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény kimondja, az ebb megjelöléséért legfeljebb 3500 forint kérhető el az állattartójától, ez magába foglalja a transponder árát, annak beültetését és az adatbázisba való regisztráció díját. Az egyik nyíregyházi állatmentő egyesület elnöke is jó dolognak tartja a kutyacsip bevezetését. Amennyiben csippel ellátott kutyát találunk, minden szervezetnek már nagy részt van, és gyepmesteri telepnek, illetve állatorvosoknak csipple olvasója. Mi azonnal nézzük a kutyában a csippet, hogy található benne. Amennyiben találunk, akkor a petved adatbázisba egy állatorvosnak a segítségével azonnal le tudjuk kérdezni, hogy gazdása a kutya. Ebben az esetben szinte azonnal fel tudják venni a kutya gazdájával a kapcsolatot, és az elhagyott vagy elkóborolt ebet pár órán belül vissza tudják juttatni hozzá. Azonban az újításnak és a kötelező csíppeltetésnek hátulütője is lehet véli vidra beáta. Az állatvédők és az állatmentők attól tartanak, a 3500 forintos beavatkozást sokan nem tudják majd kifizetni, ezért inkább kirakják kedvenceiket.